Viki vagyok, és meg egy újabb rózsaszín dobozt hoztam nektek. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz benne. Imádok kicsomizni. Nézzük. Azta! Ezek olyan labdák, amik a játszóházban vannak. Mi lehet alatta? Nézzük. Azta! Ez egy könyv. Hú, de menő! A kísérletek, az a címe. Még van benne valami? Nézzük. Még egy könyv. Ennek mi a címe? A bűvészet. Hát ezek nagyon izgalmasak. Nincs benne más, félreteszem. Hú, nagyon kíváncsi vagyok rá. Imádok bűvészkedni. Annyira nem tudok, de nagyon szeretnék megtanulni. Vedd ezt fel! Ez a sorozat neve. Azta! Már ez is ilyen varázslatos. Most látom a nyuszit, most nem. Most megint, most nem. Azta! Ez nagyon jó. Itt egy kisfiú, aki varázsol. Itt pedig a kislány. Gondolom ő a segédje. De jó! Azta! Abrakadabra! A legismertebb varázsige! Matricákkal és bűvészpálcával, társas játékkal és plakáttal. Napraforgó kiadó! De jó! Nagyon tetszik! Azta! Tartozékok és a tartalom! Mennyi minden van ebben? Itt vannak! Trükkök érmékkel, az az első. Kötté vált érme. Azta! Itt egy nyuszi, ez nagyon cuki. Itt a gyerekek csodálkoznak. Biztos valami bűbájos dolog. Mennyi minden? Azta! Hát én nagyon sokat fogok bűvészkedni. Vándorló érme. Azta! Hát, ez nagyon izgalmas. De kíváncsi vagyok, hogy én ezeket hogy fogom megcsinálni. Azta! Az eltéphetetlen papírpénz. Hú, ahogy látom, minden bűvész trükknél írja, hogy milyen kellékekre lesz szükségem. És itt különböző pontokban pedig azokat is leírja, hogy hogy kell ezt csinálni. Sőt, még jó tanácsokat is ad, hogy könnyebb legyen megcsinálni. Azta! Nézzétek, mi van a hátuljában! Matricák! Azta! Ez annyira menő! Nézzük! Kihúzom. Azta, itt egy varázspálca. Bontsuk ki. Nézzük meg, működik-e. Expecto Patronum. Wingardium Leviosa. Nem Leviosa, hanem Leviosa. De jó. Olyan vagyok, mint Hermione Granger. Itt vannak a matricák. De cukik, madárkák, masni, nyuszik. Azt írja, hogy ragadd rá a matricákat a plakátra. Akkor biztos van benne egy plakát is. Ez mi lehet? Ez egy társas játék. Bűvész játék. Ennek az a lényege, hogy az nyer, aki a legtöbb bűvészkelléket gyűjti össze. De izgalmas! Már alig várom, hogy kipróbáljuk művelés csocsóval. Éljen a bűvészet! Ragaszd be ide az arcképedet. Akkor majd keresek egy képet. De jó!
ide kell majd ráragasztani a matricákat. És már is lesz egy plakátom az előadásomhoz. Varázslatos Kiki a szobában lép fel. Oké, ezt így ide be. Oké, kicsit nehéz, de már meg is van. Itt pedig a varázspálcám. Így. Ivi, most pedig behúzom. Jó. Nagyon jó. Mi a következő? A kísérletek. Fedezd fel. Itt van mikroszkóp és mágnes. Egy kisfiú és egy kislány. Azta! Ez is olyan, mint a másik. De itt olyan van, hogy egyszer zöld, egyszer pedig piros. Mi van a hátulján? A címe. A kísérletek. Hát itt mindenféle tárgy van, ami segítő tudjunk kísérletezni. Itt van a könyv tartalma. Ez is napraforgó kiadó. Akkor indulhat a kísérletezés. Nagyon jó. Tartozékok és a tartalom. Kémiai kísérletek, fizikai kísérletek, gyakorlati tanácsok és érdekességek. Hát ez is nagyon izgalmas. Most jönnek a kémiai kísérletek. Instant hó. Leírja itt is, hogy hogy kell csinálni. Lába lámpa házilag. De cuki ez a cica! Belenyúl a lávába. Itt mutatja, hogy mit kell csinálni. Azt írja, hogy nagyon látványos. Így figyelmeztet valamire. Azta, ez a könyv ezt tanít is. Rájöttem. Színek tengere. Ez nagyon tetszik. Azta, itt vannak a lépések. Lehet ki is próbálom. Azt írja, hogy meglepetés. De jó. Nézzük. Pattogó tojás. Készíts saját festéket. Ez is de izgalmas. Azt írja, hogy kérjük felnőtt segítségét. Majd megkérem apukámat, hogy segítsen. De jó. Íme a saját új festék. De jó. Mennyi fér bele? Itt mit kell csinálni? Itt is azt írja, hogy kérjük felnőtt segítségét, és leírja a lépéseket is. Nagyon jó. Mi a következő? Itt vannak a dolgok, amik a másik könyv hátuljában is voltak. Itt nincs varázspálca. Mert ez nem varázslat. Ez tudomány. De itt viszont van oklevél. Oklevél a legjobb kísérletezőnek. Majd ha elolvasom az egész könyvet, és megcsinálom az összes feladatot, majd megkérem a szüleimet, hogy írják alá nekem, és akkor én leszek a legjobb kísérletező. Ez micsoda. A tudomány útja. Társas játék. Itt is szerintem dolgokat kell összegyűjteni, mint a másikban. Nézzük, mik vannak itt. Ezzel is sokat fogunk játszani. Ez tele van kémcsövekkel, oldatokkal és különböző kémiai vegyszerekkel. Itt egy cica! Ez nagyon aranyos! És az egérke is eszméletlen, cuki. Nagyon jó. Nagyon színes az egész. Nézzük. Szeretem a tudományt. Ragaszd ide az arcképedet. De jó ez is. Ide is majd keresek egy képet. Ez a plakát. Gondolom a matricákat ide kell majd ráragasztani. Jó. Ezeket most összeraktam és vissza is teszem. De jó ez a tartó. Akkor mindig itt fogom tárolni, miután megcsináltam akkor is. Jó.
arra gondoltam, hogy csináljuk meg egy kísérletet. Felhő, palack, mindig vannak, válaszunk valami jót. Nézzük. A színek tengere. Emlékeztek, kicsomizók? Ez előbb is nagyon tetszett. Csináljuk meg ezt. Ehhez nem is kell sok dolog. Tej, egy tál, ételfesti, kis mosogatószer. Ez gyorsan meg lesz. Először a tejet ki kell önteni a tálba, utána az ételfestékeket bele kell csöpögtetni a tálba, külön-külön, egymástól jó távolra. A következő lépés, hogy a mosogatószerből a közepébe kell ejteni egy cseppet. És utána meglepetés! Azt írja, hogy össze fog kavarodni, és ilyen szivárványos lesz. Na, itt is vannak a hozzávalóink. Itt van a tálacskánk, és benne a tej, itt vannak az ételtestékek, itt pedig a mosogatószer. Van hozzá kettő darab csodálatos pupettánk. Így majd pontosan tudok csöpögtetni. Kezdjük el a kísérletezést. Na, az első lépés az az lesz, hogy a pipettával a kimcsőből kiszívunk egy keveset, és beletesszük a tejbe. Így. De szép! Ez már most gyönyörű, és még a többi szín benne sincs. Ezt vissza. A következő a sárga. Hoppá! Belement egy kis kék, ezért kicsit zöld lett. De nem baj, úgyis aztán összekeveredik, és ilyen hatalmas színkavalkád lesz belőle. Jó, ez pedig a piros. Itt pedig a maradék fehér oldalra csöpögtetünk belőle. Jó, akkor most jön a mosószer. Nézzük, a mosószerből is pipettával szívunk ki egy keveset. Gyönyörű! Látjátok, hogy mi történt itt? Ez fantasztikus! Látjátok? Most kezdett el felfelé bugyogni. Aszta! Ez gyönyörű! Kavarognak a színek! Olyan, mint egy vulkán! De szép! Ez a színkavalkád egyszerűen gyönyörű! Nézzétek, kicsomizók, mennyire gyönyörű színeket kevertünk! Imádom! Mimi, nincs kezdet festeni velem valamikor? De persze, totálisan benne vagyok. Lefestjük csocsót. Mármint ho-ho, hóember csocsót? Ha, közeledik a karácsony. Kicsomizók, szerintetek hogy nézhet ki csocsó, mint hóember? Rajzoljatok, és küldjétek el nekünk Instán! Ú, de jó! Milyen szépen pezseg! Látjátok? A sárga része már egyre színesebb. Ó, ilyen varázseső színe van. Csöppentsünk ide a kékre is egyet. Nézzük, mi lesz belőle. Itt már egyre színesebb. A kéknél is már látok valamit. Ó, de jó! Látjátok? Azta! Ez egyszerűen gyönyörű. Ha látnátok ezt élőbe, kicsomizók, ti is ellennétek ennyire olvadva, mint én. Na most festünk bele egy kicsit. Ha így szépen finoman végighúzom, újra elkezdenek keveredni a színek. Kicsit olyan, mint a kávézókban a kávé tetején a hab. Majd én is csinálok ilyen kis tulipánokat vele. Így. Ezt kipukkasztottam, ezt a buborékot. De jó! Így még színesebb.
lett narancssárga. Összekeveredett a sárga és a piros. Annyira gyönyörű. Kicsomizók, ez egyszerűen fantasztikus volt. Sziasztok! Ha tetszett a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel, és írjátok meg Instán, hogy nektek mi a kedvenc színetek. Sziasztok! Kicsomicsoda! Kicsomicsoda? Kommenteljetek Instán a Kicsomicsodába!